esetleg neked is szó, nagyon jó hangulatú volt, sokan voltunk, de több versenyre számítottunk. És remélem, hogy a mai napon nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Mindemellett küzdjétek becsületre sem, mert mindenre még 10.000 forint és egy torta az első helyezettnek. Bemutatnám akkor a zsűrit. Kovács Tibia igazgató helyettes. Kovács Mercedes diák önkormányzatosa. Molnár Ferenc könyvtárosunk. Veszeli Daniel, a régi nőttag. És Fiós Irén találom a diák önkormányzat elnöke. Most pedig akkor hallgassátok meg Waller iskolán történetét. Faller jelő, Selmet bánya 1894. szeptember 25-től, Sopron 1966. december 23-ig. Bányamérnök, szakíró, múzeum alapító. Oklevelét a Selmet bányai bányászati és erdészeti főiskolán szerezte. 1919-től Tatabányán, a Magyar Általános Kőszínbánya RT-nél, 1922-től pedig a Sargodorjáni Kőszínbánya RT dologi bányászatánál működött. Ő irányította azokat a földtani kutatásokat, amelyek révén a nagyegyházi és tudari széni medencék ismerté váltak. 1929-től Várpalotán üzemvezető, 1940-től pedig Bánfalvár igazgató, ahol az észak-magyarországi bányászatban elsőként alkalmazta a frontfejtést. 1946-tól Várpalotán a Dunántúli szénbányászati kerület vezetője. 1948-49-ben az ottani szénipari központ vezérigazgatója. 1950-től a Nehézipari Műszaki Egyetem docense Sopronban. 1957-ben élete főművének eredményeképp nyílt meg Sopronban a központi bányászati múzeum. Bányászmérnöki kar Miskolcra költözése után az általam nemzetközi jelentőségűvé fejlesztett múzeum igazgatója. Tanulmányaiban, amelyek száma a 300-at meghaladja, elsősorban a magyar bányászatnak múltjával foglalkozott. Szaktanácsaival elősegítette a Buda bányai, az Ajkai és a Sargodorjáni Bányászat Múzeumok létesítését. Helytörténeti monográfiai is jelentése. Köszönjük a figyelmet, és akkor most következzen az első. Először az osztálytársakat kérem, hogy fáradjanak a terem az előre. Én esküszöm, hogy diákjaimtól elsajátítom. Hogyan kell az orvosommal befejáltatni? Hogy beteg vagyok. Miután sikeres tanúbeteg lettem, nagy évben elkerülöm az iskolát, hogy ne lebukjam. Azt sem lesem meg, hogy Kovács Tibia igazgató helyettes, óráim elmaradását, fájó szívvel hogyan hirdeti ki, és az osztály könnyes szemmel, hogyan hallgatja. Ha mégis betévedek az iskolába, mondani valóimat 44 percben foglalva össze, a többi feleltetésre, és házi feladására fordítom. Témazáró dolgozatnál, mindig felajánlom az osztálynak, hogy a következő órán is megírhatjuk. Mindig ügyelek arra, hogy diákjaim időben odaérjenek a büfébe, hogy gyöngyivel mindent megbeszélhessenek, és beszerezhessék a 10 óráit a következő órára. Ügyeletesség lassan haladok, hogy a dohányzókat ne
zavarjon meg. Mert jól tudom, hogy drága a cigaretta. Mert jól tudom, hogy drága a cigaretta. És fizetésemből nem telik. Hogy pótolja a diákjaim napi szükségletét. Jenő bácsi, nekem úgy segélye. Köszönöm szépen!
Csöves össze a lényegünk, de nem utca fajtából, nem keresőbbi nincseket, kuka mélyek kutyából. Inkább volt a szerelmény, mint csöveket és kalimát, s elszert a sárgyás és melegét és masinát. Thank you.
biztos érték csinálva vagy. Yes, you know,
Azért kettesen egy olyan jegy, amit nem könnyű megszerezni. Tanulhatok én nap estig, akkor sem fogják megadni. Azért kettesen, ó, azért kettesen. Azért kettesen egy olyan jegy, amit két éve jelest érnem. Csak több a meló benne, teljesítetetlen jegy. Köszönöm, nem tudom, hogy az elkezdenem.
Thank you.
szó az, amikor... Olyan nem nem igazán. Új csizma! Karácsonyfa vágyam! Adunk fel enni, robok ki! Imádlak meg, te vagy a szép! Drága Dominika! Te termók, Dominika! Thank you.
Hát, ez a pártában,
ezt menstruáció esetén szokták használni, és a lányok persze. 40 év alatt. De a mostanságok mindig lehet, hogy ez egy terhes.
országot. Gyermekkori képeit fogjátok látni, és őket kell felismerni.
Thank you.
tartozik az osztályhoz. Igen, légy szíves. Jó, köszönöm.
A kilencedik Cseszedi.